Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a DVST kézilabda YouTube csatornáján. A Fáj utcában a Sterminszki, a Mária kézilabda csarnokból, ahol a Kántán női kézilabda utolsó előtt, ez a 25. fordulójában lép pályára DVST Scheffler, a vasas vendége lesz. Egyszer már játszott itt ősszel csapatunk, akkor az MTK volt házigazda, ugye a kékfehérek is ezt a csarnokot használják a Népfürdő utcai csarnok felújítása miatt, és akkor itt szoros meccsen vereséget szenvedtünk, most egy rövid reklámszünet, és utána újra találkozunk. Mi vagyunk a Scheffler. A holnap mobilitását formáljuk termékektől digitális szolgáltatásokig. Felelősséget vállalunk és példát mutatunk. Közösen világszintű csapatként. Jelentkezz most! Közös jövőnk a te sikered. www.scheffler.hu/karrier. Szakbolt. Sokkal több, mint húsáruház. www.kedvencszakbolt.hu. Időközben véget ért a bemutatás itt a Sterbinszki, a Mária kézilabda csarnokban, ugye a hajdúszoboszlói származású egykori vasas klasszisról kapta a nevét, aki talán minden idők legjobb magyar női kézilabdázója volt. Kapta nevét a újjáépült csarnok, de korábban itt nagyon sok nagy csatát vívott meg az angyalföldi együttes, a 90-es években például. Sokszor a DVSC ellen is, akkor mindkét csapat ott volt az élmezőnyben, az éremért, akár a bajnoki címért is harcoltak. Hát most a vasas fiatal csapata tavaly feljutott a másodosztályból. Egyelőre egy évig tartott ez a kaland, de én azt gondolom, hogy nagyon sokra hivatott ez a piros-kék alakulat, hogy a piros mezben és világoség nadrágban játszanak majd az angyalföldiek, még tiszta feketében a DVSZT Scheffler, és vannak szurkolók, ha nem is nagyon sokan, de hazai és vendég oldalon is egyaránt, úgyhogy a hangulatra nem lehet panasza. Vasas tábort Tripolis Force drapérje mögött láthatják is, majd a túloldalon a debreceniek pedig itt foglalnak helyet mellettünk. Úgyhogy a hangulatra nem lehet majd panasz. Januárban talán a legnehezebb meccsét játszott a DVSC Scheffler a vasas ellen Debrecenben. Ugye akkor nagyon foghias volt a keretünk, heten hiányoztak sérülés, illetve koronavírus járvány miatt. És egy kinkeserves mérkőzésen nyertünk, a vasas talán a szezon legjobb produkcióját nyújtotta akkor. Közel állt a bravúrhoz a
pontszerzéshez, miközben a Vasas kezdi majd a játékot, én pedig próbálom a kezdő csapatokat összeszedni. Debrecen oldalán, tehát Csapó Kira a kapuban, Kovács Anna, Bordás Réka, Hornyák Dóra, Lámos Petra és a bal szélen ezúttal Petrus Mirti a kezdőben. Vasasnál Imrei Réka a jobb szélen, a kapuban Kuruc Anna Mária, a Pénzes Laura a jobb átlövő, Hajdon Blanka irányít. Szilovics Fanni. A bal átlövő Faragó beállós poszton. A bal szélen pedig Olák ír, amiközben egy kapufával kezdtek a hazaiak. És miután ők szerezték meg a kipattanót, támadhatnak. Pénzes Laurát, aki ugye Debrecenben nevelkedett. Állította meg Vámos Petra és Hornyák Dóra. Pénzes Laura törve, és lövi a mérkőzés első gólját. A debreceni meccsen is remekül játszott. Laura. Kovács Anna megnyitja a területet Hornyák Dóra előtt. És kiváló paszt ad neki. 1-1 a második perc végén. Kerestem a jobb oldalon, a második perc közepén kerestem a jobb oldalon a Dórát, de... Csak egy eredménye ez van ebben a nagyon szép csarnokban, ami a célnak tökéletesen megfelel, és egy edzőcsarnok is található itt a Fáj utcában. 7 méteres következik. Szilovics Fannit állította meg szabálytalanul Kovács Anna. Jogos volt a büntető, és Hajdó Blanka áll oda elvégezni Csapó Kirával szemben. A test Kira véd, és remekül a tészre a játékvezető, hogy a kipattanó az a játékos, az pattan, de a vonalon állt. Csapó Kira szép védésének köszönhetően, tehát kimaradt a első az a játékos, és amit nem mondtam, az első támadásuk, mert a támadásban Karin Egyesikava a pályán Hornyák Dóra helyett. Az első támadásra nem volt a pálya, mert gyors lefolyású volt, és éppen Dodó lőtt a gólt a krajot, most pedig Vámos Petra harcol ki. 7 méterest, és a leosztás ugyanaz, mint a másik oldalon, Hajdon Blanka pedig sárga lapot kap. Reméljük annyi változás lesz, hogy Kovács Anna belüli a büntetőt, közben áll az óra. Iliás Gáborral, a zsűri asztalnál dolgozó Iliás Gáborral egyeztettek a játékvezetők, aztán Kovács Anna lövi a büntetőt, ez is kimarad, Anna felülőtte. Mind a két oldalon, tehát egy kimarad büntetővel kezdődött a mérkőzés, Márjának hozta csend labdát, aztán szerzi vissza Pénzes Laura. Hajdon majdnem ellépte, de még jókor passzolt Pénzes. Ismét a Vámos Hornyák dúlval találta magát szembe. Az eddig egyetlen angyalföldi gól szerzője, 37-es számú Pénzes Laura, most is nála a labda. Szilovics lövését pedig Csapó kiratója felé. Jól nem megszerez vezetés Petrus Mirtinek, van rá lehetősége, de kapus lábát találja, vagy mondjuk azt, hogy Kuruc Anna Mária védett szépen. Kipattanó pedig hazaiaké. Hajdon Blanka. Lövés ugye bepattan Csapó Kiráról, de már korábban szabálytalanság történt. Marjának Oszta volt az elkövető. Ez egy megállító falt volt.
Már az ötödik percben járunk, egy-egynél támadhat a Vasas. Szilovics lőtte mellé, és jöhet a második. Mondja a földi büntető. Ez a tapézes Laura lesz. Ez itt élet végrehajt, hogy az első kimaradt. Tehát a csapókira védett. A másodikba csak beleérni tud. Pénzes Laura. Második góljával 2-1 is. Kimaradt Petrus Miltil. Zicsere, de nem véletlenül Imre Iréka nyúlt utána. Ezért újra jár a 7 méteres. És 2 perces kiállítás is a Vasasnál. És Planeta Simonetta már belül a büntetőt. És ahogy mondtam, Kovács Noémi érkezik a jobb szélre. Kuruc Anna Mária helyett. Ugye mindenre Imrei kiállítása miatt van szükség, kapus le. És a jobb szélre érkezett a 44-es szám, az a játékos, Orlás Réka. Kap 2 perces kiállítást. Ezzel sem vitatkoznék, hiszen hátulról faltolt a Szilovicsot, talán egy kicsit túl keményen. Ezért is tart most a védekezésből egy kis előadást Szilágyi Zoltán, Babának, válogatott beállónknak. Szilovics egy irányváltoztatással majdnem a helyzetbe tudott kerülni. Olákira viszont helyzetbe is került a bal szélen, és szépen belőtte az ittszerét. És hogy jobb szélen a kiállítás miatt Kovács Noémi érkezett, vagy a jobb szélen az ajaknál a jobb szélre. Kovács Noémi érkezett, nálunk a kiállított Bordás Réka helyett túlvízi Petra. És Petrus Smirtil. Második ittszerét is elhívásztam, ezért furcsa, mert az elmúlt időszakban ennél sokkal jobban lőtte Bici az ittszereket. Én talán az elmúlt 2 hónapból sem emlékszem 2 kihagyott helyzetre, főleg nem 2 egymás után kihagyott az ittszerre, miközben Szidovics suhan át a védelmünk, a majd lövi mellé az ittszerét. Csapó király jön le, és a hazaiak kiállítása ebben a pillanatban le is fog járni, amelyekből még fél perc van hátra. De támadásban természetesen, hogy azt már az elmúlt évek kézilabdája megszokhattuk. 6-an vagyunk, Vámos, Kovács, Túvizi, Jezsikava. Jön a Máriának osztályhoz, kerül a jobb szélre a labda. Fenn a játékvezető keze passzív, Félzes Laura talált fogást Vámos Petrán. Aztán kér elnézést. Közben mi is kiegészültünk, ami annyit jelent, hogy Csapukira visszatért a kapuba. Karin Ezsikava lövését pedig sáncolják hazaiak, akik 3-2-re vezetnek. És egy újabb angyalföldi kapufa. Remek lövés volt ez Szilovicstól. Vámos gyorsít, ráviszi végig is. Röviden olyan Vámos Petrásán, mint hittem a Siófoknak is öt egy hasonló volt, akkor nem a félpály irányából, hanem hátulról érkezett, vagy illetve oldalról érkezett, rágyorsított is. Lőtt gólt most lendületből verte meg a védőket. 3-3. Ez ott az idény vége érződik a csapatokon. Ezzel arra céloztam, hogy nem ez a
legjobb színvonalú mérkőzés, amit láthattunk a szezonban, de ez természetes is mindkét csapat fáradt hosszú szezonon. Annak túl mindkét oldalról a Vasas minden meccsen az utolsó leheleti küzdött becsülettel. Miénk számára is hosszú volt ez a 21-22-es szezon. Ezen passzív játéknál támad a Vasas. Szilovicsnak adják föl, és sarokdobás, mert szem a kapufáról Csapó Kira lábára pattant a labda, és onnan ment ki, ugye Sánc kapufa, Csiki lába is onnan ki. Mindegy, ezzel vége a passzív játéknak, de labdát szereztünk, Kovács Anna hámozza át magát, és adja vissza az a jobb beállójának, Faragónak, aki jól futott vissza. Ezben Olák Kira keveredett kisebb csetepatéba a védőinkkel, de aztán kiszabadította magát és a labdát is. Kajdon és Szilovics játszik össze. És Kovács Anna kap majd két perces kiállítást a Hajdon Blanka elleni szabálytalanságért. Ezzel a két perccel sem vitatkoznék. Ez a második kiállításunk, és most már támadásban is érkezik majd Planeta Simonetta, aki ugye eddig nettó 4 másodpercet töltött a pályán egy hetesére, egy értékesített hetesére, pénzes le a jobb szélre. Újra középen Kajdon, pénzes próbál Vámos mellett elmenni. Sikertelenül. És passzív játéknál lőtte már Szidovics a labdát. Csapó Kira pedig lábbal hárított. Szokásos támadás védekezésre, azaz Hornyák Dóra Karin Erzsike, vagyis Planeta Simonetta pedig Csapó Kira helyett a pályán. Hát igazából ő a kiállított Kovács Annát pótolja. Szimó kért, hogy legyen már nála a labda, hogy megszokassa a fogását. Vámos gyorsít rá, aztán ki a bal szélre Petrusnak, aki harmadszorra már nem hibázik, bravo Mirti, hogy szépen lőtte ki a bal felső, hosszú felső sarkot. 4-3, és egy újabb Csapó Kira védés. Kifejezetten jó százalékkal véd Csiki. A Siófok ellen Torda Vanessa pillírozott a kapusán közé, most Csapó Kira, Ann-Katrin Wigerik pedig, ha valaki nem tudná, még a Ferencvárosi Magyar Kupa mérkőzésen sérült meg, és túl van a keresztszalag műtéten, és a rehabilitáció időszakát éri Vámos, újra rágyorsít, egy gól, kiállítás nincs, Vámos második góljával, 5-3-ra vezetünk a 12. percben, Szilovics lövését pedig van őt a sáncolja, aztán Marjana Kosztától kap egy elismerő lökést. A brazil jobb szélsőnk lelkesedése nem ismer határokat, minden jó védekezés, védés vagy gól után dicsér, biztat és ünnepel. Nézes Szilovics, újra passzívan a hazaiak támadásánál. Kovács Tonyimjait és kísérletét pedig könnyű szemmel hatástalanítja Csapó Kira, hiszen nem 60% körül van. Már nem a védési hatékonyságot élvezi. Illeti. Vámos Planéta, nyugodtan támadunk. Jezsi Kaváz is eljut a labda. Aztán újra Vámos Petra. Szimó ugrik fel, és a jobb kapufa mellett hagyja el a labda a pályát. Zavar volt a visszarendeződésük, mert nem mindenki volt a helyén, de most már a cserén is túl vagyunk.
Ronaldo lövését védi csapó, hirdetem véletlen volt, ilyen könnyű a védés, hiszen szabálytalanságot követtek el a feketemezes védők Kajdom Blanka ellen. És lejut a jobb szélre a labda is. Ezúttal a lövést választ a Kovács Tomi, mi nem ejtett, és szép gólt lőtt. 5-4-re zárkózik a Vasas Vámos. Gyorsít rá is. Egy parádés Kuruc Anna Mária védést láthattunk. Pénzes törve is. Találja el a első kapufát, majd maradott a földön. És egy pillanatig nem láttam, hogy egyébként mozgott volna Laura. Kicsit megijedtem, de rendben van szerencsére. És nem kellett a segítség, így nem kell három támadásra hagyni a pályát, bár egyre biztosan elhagyja, hogy a Penszki Gergely mutatta neki, hogy jöjjön le, úgyhogy valakit progresszív büntetés, ez a sárga vagy sárga, a piros lap, hogy két perc nélkül ápolnak, az három támadásig nem lépett pályára, de ez most Lauránál nem áll fenn, hiszen csak Csapó Kira volt, aki segített neki talpra állni. Vámos, Jezsika van. Van itt a Simonet, ezúttal közelebb a kapuhoz. A bal kapufa alját talált el. Lassan negyed óra is elterik a mérkőzésben, és 5-4-re vezetünk, és Pocetnik Lucát látom készülődni. Hajdunk, ez van Mária Agbaba és Spét Evelin is a pályán támadásba. Agbaba 80-assal, Spét Evelin pedig 10-essel irányító pozícióban. Agbaba pedig jobb átlövő, Szilovics kapott pihenőt, újra passzív. Egy szép bejátszás, és egy szép gól Faragótól. 5-5 a 16. percben, Tóvízi, ez 7 méteres lesz, nem lesz az. Tévedtem, abban viszont nem tévedtem, hogy Pocetnik Luca pályára lépett. Karin Érzsikában kap pihenőt, és Horják Dóra ezúttal Poci helyet fog érkezni védekezésben. Mert is Mirtél pedig újra a bal felsőt választja már a Multia. Két elrontott kísérlet. Van itt a Simonetta, szabálytalankodott Kajdonnal szemben. Jár a szabad dobás, miközben jobb csere Szabó Nina érkezik majd, és Mariának hozta parádés elővételezéssel szerzett labdát. Aztán megy majd be Zitzerbe. Zsájt szép volt, hát ez abszolút Mari akciója volt. Szabó Nina pedig Álmos Petra helyett, majdnem, hogy elfelezik a fél időt, 7-5-re vezetünk, 17. percben. Ágába kerül meg minden. Debrecen szerint is egy szép volt. Mari Agbaba. Amit ezúttal nem lőtt, hanem Szabó Ninát játszotta meg, aki kívülről kerülte meg a védőjét, és már itt kicsit nehezebb volt a szög. Nem okozott gondot Nina számára, egy értékesítés helyzet, egy 8-6. Két góllal vezetünk miközben Szilágyi Zoltán próbálja lelkesíteni tanítványait. Tóvízi Petret sikerült, hiszen kilépett a falból, és megakasztotta az hazai akciót egy taktikai szabálytalansággal. Spét ugrik föl, Csapó Kira véd, a kipattanó pedig Marianne Kostályi. Csiki kifejezetten jól teljesít ezen a meccsen. Szabó Nina
sem kevésbé, hiszen két perccel a pályára lépése után a második gólját szerezte meg, Penszky Gergely pedig időt is kér. 18 perc, 3 másodperc telt el, amikor a Vasas fiatal sokra hivatott mestere kikérte az idejét, és próbálja tanítványait felhozni egy kicsit, már a mérkőzés kifejezetten jól kezdte a Vasas, a védekezésük is rendben volt. Én azt gondolom, hogy Kuruc kapus teljesítménye kifejezetten dicséretes, bár a csapók irának nyilván jobb a százaléka. És a támadó játékkal sem volt gond, most azért már maradtak ki helyzetek hazai oldalon, és ne felejtjük, hogy azért volt két kapufát is a angyalföldi együttes. Amely jövőre újra a másodosztályban kezd majd, én bízom benne, hogy hamarosan ismét az NB1-ben találkozhatunk a Vasassal. Egyrészt a tradíciók miatt lenne fontos, és hát nagyon sok fiatal kapott játék lehetőséget ebben a szezonban is az angyalföldieknél, azaz a magyar kézilabda szempontjából se rossz, ha van egy ilyen csapat. És Agvával Kajdon és Péter Verin a Vasas belső emberei. Spét ejtette a labdát, amely hamar eljutott Petrus Mirtil, az aki harmadik gólját szerzi. 10-6. Még bízhat. Ahogy szokták mondani. Szabálytalanság, Pranita Simonetta tapsolt nem örömében, hanem bosszus volt, amiért nem sikerült a labdaszerzés, valóban közel álltunk hozzá. Spét Faragó lép ki, felbeálló pozból, aztán Agbaba, Spét, újra passzív. Először is a Kovács viszi középre, de hát Kajdon túl sok passza van, nem lehet, konkrétan egy van a hazaiaknak. Csapókira védte Agbaba lövését, elég kilátástalan helyzetből vállalkozott lövésre. Agbaba, aztán Szabó Nina lövésével tudnak belekapni, és Mariana Costa szerzi vissza két Vasas játékos közül a labdát. Aztán kap két perces kiállítást. De azért vették el Marianától a labdát, aki megszerezte a két tétovázolásos játékos közül, mert az a lábához ért, Arany Remi érkezik majd a jobb szélre. Utána azonban én azt gondolom, hogy az, hogy Mari nem adta oda a labdát, ez jogosan vonta maga után a két perces kiállítást. Maga az első ítélet, ami megkérdőjelezhető. Szerintem, de hát így látták a játékosok, a hölgyek, és ővék a döntés, véletlenül sem szeretnék vitatkozni velük. 10-6-nál. Harmadik debreceni kiállítás, mondanám, hogy harmadszor van ember előnyben a Vasas, ez nem igaz, mert az elsőnél hazai oldalról is kiállítottak egy játékost, és most ugye kapufáról pattant ki a labda, és azt mutatta a játékvezető, hogy Arany Rebeka hozzáér, de Arany Rebeka nem ért hozzá. És az egész ügy folyamányaként Szirágyi Zoltán kap sárga lapot. Ugye a két ítélet együtt hozta ki Zoliból a reklamáló edzőt. Valahol meg tudom érteni. És ez papírforma volt, hogy
ilyen előzmények után. Az első adan alkalma, a 7 méteres kapnak a hazaiak. Most ugye Mariák Babá lövi majd, még hozza be, de Pénzes Laura még nincs teljesen rendben a előző ütközés után. Ezért végezt el a harmadik, az a jeltest a harmadik különböző játékos, és ő már belőtte. Aranyre vissza Bóninához, Tóvízi, Planéta, Pocettik Tuca, Szabónina. Planéta Simonetta. Második gólját szerzi. 11-7. Agbaba kimozgatta Ferenc Erzsikavát, és ez megteremtette magának az utat a kapu felé. Csapó Kira pedig komoly futómennyiséget tudhat magáinak a kiállítások alatt, hogy mindig le kell jönni, most is lejött, aztán már vissza is mehetett, hiszen lejárt. Már ennek hozta büntetése. Szimó harmadszor is betalál. Megtalálta a helyes megoldást. Csapó Kira pedig ezúttal véd egy Agbaba lövést. Nem reklamáltunk volna, visszafújják szabad dobásra, de nem fújták vissza. Petrus Mirtő pedig két hiba, három kiadott helyzet után kiadja az ittszerét, miközben ezt elmondtam. Tóvízi Petra egészen szürreális körülmények között szerezte vissza a kipattanót, aztán hagyta ki is az ittszert, ami... és tartottam egy rövid ivó szünetet. Roppant lelkes mellettünk a debreceni tábor is. Ezért klassz, hogy ide is elkísérték a csapatot debreceni szurkolók. Ugye az utolsó előtti meccs a szezonban, az utolsóra hagyjátsak még egy szót, ha már biztos Bonzérmes, Davies és Scheffler. Jövő pénteken 18:30-tól a Győri Audi Eto KC-t fogadja. A győrieknek a bajnoki cím megszerzése szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogy két pontot szerezzenek. És aki élőben akarja látni ezt a mérkőzést, az jó lesz, ha hamar eszmér, hiszen már alig maradt jegy. A dvc.kézilabda.hu oldalon egy jegy és bérlet menüpont alatt lehet online jegyet vásárolni, illetve hétfőn a Nagy Erdei Stadionban található Loki Shopban is. Csak úgy, mint ugye itt megvetik azt a nosztalgia ezt, amelyben, hogy a Vác ellen játszott a 100. születősnapi népjű DVS-t, és a bronzérem átadását is ebben a mezben ünnepli majd a együttes. Planéta kiválóan játszotta meg Pocettiket, kicsúszott a kezével a labda, amire újra megfogta, már kétszer indulásnak számított volna, és elvették tőle a játékvezetők. Igazuk volt, és ha megdicsértem a debreceni tábort, meg kell dicsérnem az angyal földjeket is, hiszen egy már biztosan kiesett csapatot bíztattak roppant lelkesen. De ugye, ahogy mondtam már többször is, emiatt a kiesés miatt nem kell szégyenkezni a hazaiaknak, hiszen a Vasas nem vallott szégyent az első osztályban, mert az első fordulóban hazai párán, ha jól emlékszem, a Fehérvárt verték, vagy akkor talán többet reméltek ettől a szezontól. Tóvizit két kézzel lökték ki. Néma maradt a síp. És ez itt közülünk nem mindenkinek tetszik, hogy hallhatták is. Nem mondhatom meg, hogy ki reklamál, de azt hiszem, hogy igaza volt. Ugye én is elmondtam, hogy Tóvizit Petrát
két kézzel lökték ki. És egy újabb szép csapó, kirevédés Szilovics lövését lábbal védte. Szabó Nina Vámos Mira, aki időközben beállt. Petrus Mirtil helyett, és ha már beállt, akkor meg is szerezte első gólját. 13-8, nyílik az olló, itt gólos a különbség. Hármasról Imrei Réka és 65-esen Szatmári Benind, a két új játékos a Vasastán, majdnem a teljes rotációt igénybe vette már Jenszky Gergely. És Imrei dinamikusan lépett be első támadásába, aztán össze középen, ahol magasodott a fal, passzolt. Hát nem volt esélye Jónis Szilagisnak. Ha jól látom a játék azt a hölgyek ujjait, akkor négy passzal lehet még a Vasasnak. Közben Ács Bianca törölte meg a mezében a labdát. Szilovics nem tud átjutni túlvizén. Újabb hazai kapva, miénk a labda is. Hamarosan pályára lép Blaubacher Dóra, ezzel pedig elmondható, hogy minden Vasas vezetőjátékos lehetőséget kap még az első fél időben, csak Gercsó Nóra nem állt még a kapuba, de hát semmi nem indokolja, hogy Kuruc Anna Máriát lehozza a pályáról Penszki Gergely. Nem rajta múlik, hogy őt a különbség közül visszatért Kovács Anna és Bordás Réka is félidő hajrájára. Bordás végezhet el szabaddobást, vagy már el is végezte. Kovács Anna kiejtette a labdát, de még összeszedte. Pocetti Kuca próbálta megkerülni a hasos védőt, nem sikerült. Közben kaptunk egy kis ajándékot a Angyalföldiektől, visszaadták a labdát. Sok a technikai hiba, meleg is van, szerintem csúszik a labda. És már mondtam, nagyon-nagyon vége van ennek a szezonnak, ez a vége felé közelünk, vége még nincsen. Ács Bianca kap két perc extra pihenőt, miután nemrég állt be. Valóban nem vágyott rá, de nem az ő döntése volt. És ugye, amit az előbb mondtam, mivel itt volt büntetés, így Kozsimir Attilát helyettesítő masszőrünk Gulcsár Lászlóban mehetett a pályára, hogy meggyógyítsa Annát. Még a megyei futballról is, mert csodavíz se volt nála, de minden rendben, mutatta Anna, hogy órára kapott egyet, ez ilyenkor csibbat, fáj nagyon, de megvan Anna, aki jövő héten búcsúzik az aktív kézilabdától a Győr ellen. Cetyi Tuca Vámos Mirához fölé, ő se szokott ilyeneket hibázni. Egy ember előnyben gyorsan ki tudtuk játszani a szélre a labdát, meg is volt az itszer, de mire hibázott, és ahogy mondtam, Blaubacherbe is állt, Blaubacher Dóra, így Vasas oldalon minden mezőnyjátékos pályára lépett már. Visszaért közben a kapus, pedig Hornyák Dóra próbálta volna elvégezni gyorsan a szabaddobást, de valóban nem onnan kellett volna. Teljesen igaza volt a játékvezetőknek, hogy nem engedték. És ennek köszönhetően Szabó Nina előtt kínálkozott lehetőség, hiszen a dobó belövi jó 32 méter, már pedig belőtte volna, mert 30-on túlról szinte nem is hibázott a szezonban. Akkor ugye nincs a Szabó Nina az itszer. 14-8, először 6 gólos a különbség. A beharangozóban úgy fogalmaztam, hogy szeretnénk egy simább, kevésbé feszült mérkőzés, mint annó januárban a Hódosban. Úgy tűnik, hogy
ez az óhajó teljesül. Pénzes Szidovics Blaubacher. Várja a labdát a másik oldalon közben. Mindenki passzív is lett. Ez pedig Szatmári Berindától több sebből vérző. Kísérlet volt, ellépte és ki is védte. Csapó Kira is megdőlt, amit az előbb mondtam, hogy Ornyák Dóra nem hibáz a saját kapu előteréből, hiszen megpróbált üres kapura lőni, de jó 30 centivel mellé ment. Szilovics. Hát adtak már erre 7 méterest. Kézilabda történetében ezúttal nem. Ennek most örülhetünk. Blaubacher, Szidovics. Blaubacher. Nézes Laura, szerencsére teljesen jól van. Szabó Ninával nagyon szimpatizálat, viszont meg kétszer adta oda neki a labdát. Első, hogy visszapattant hozzá, másodikra már minden jó volt. Kovács Anna kis falta lelett a labdát, aztán Szabó Nina majdnem visszaszerezte. Érdekes jelenetek játszottak le. Pénzes Szilovics. Szatmárit is bevették, aki befutott a balszor, aztán vissza Szilovics. Arany Redi szépen hozta a labdát, de történt ott előtt egy szabálytalanság. 5 másodperc van hátra a félidőből, Szilovicsnak lőni kell, és Lovics egy szép gólt. Ez az első gólja. Elég a végére hagyta a remek lövő erejű angyalföldi játékos. 30 perc játék után, tehát 14-9-re vezet a DVSC Scheffler. Negyed óra szünet következik, aztán jön vissza, addig készítsenek be valami frissítőt. És várják a második félidőt. Negyed óra, hogy itt vagyunk. Mi vagyunk a Scheffler. A holnap mobilitását formáljuk termékektől digitális szolgáltatásokig. Felelősséget vállalunk és példát mutatunk. Közösen világszintű csapatként. Jelentkezz most! Közös jövőnk a te sikered. www.scheffler.hu/karrier Szakbolt. Sokkal több, mint húsáruház. www.kedvencszakbolt.hu.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit újra innen a Fáj utcai Sterbinski Amerikai kézilabda csarnokból, ahol 30 perc játék után 14-9-re vezet a DVSC Scheffler a Vasas ellen. És Csapó Kira, Anai Rebeka Kovács Anna, Vámos Petra Bordásék, a Karin Elvics Zsikava és Vámos Mira folytatják majd debreceni oldalon, a Vasasnál pedig az utolsó benevezett játékos is pályán, az a Gercsó Nóra a kapuban. És nem azért, mert Kuruc Anna Mária rosszul védett volna, sőt szerintem kifejezetten jó teljesítmény nyújtott. Megfelezi kapusai között a meccset Penszki Gergely. Vámos aranylép fel. Aztán a Vámos nővérek játszottak össze. Karina Ezsika van, de ezen még összeszedte a labdát. Kovács Anna pedig ezen a meccsen sem maradt gól nélkül. Újra 6 gólos a Debrecen, ami már volt az első fél időben, ennyi a különbség. Ott a bolyban vadásztak a labdára többen is, végül a Vasasnak kitérték a játékvezetők, és kapu előtér megsértése miatt miénk a labda. Vámos Petra, Ornák Dóra. Aztán Dodó. Lejjön, ugye ő szerezte az első gólunkat. Még az első fél idő elején, akkor egy gyors lefejező támadás végén maradt a pályán, Arany Rebeka pedig túl sokat lépett. Ezért a Vasasi a labda, 15-9. Kajdon pénzes. Szilovics egy gyönyörű eljátszás faragó Lucának, aki maga biztosan értékesíti helyzetét. 15-10-re zárkózik a Vasas. Egészen eddig pillanatig, hiszen Vámos Petra a harmadik góljával 16-10. Szilovics és Jezsikava. Találkozójának szabad dobása vége. Amely után támad a Vasas. Szilovics. Valamint Faragót próbálta megjátszani, de ezúttal résen volt Bordásék. A Vámos Mira pedig 7 gólosra növeli a különbséget. Meg nem esküszöm rá, de jól emlékszem, ennyi még nem volt a csapatok között. Hajdon is pénzes labdázgatnak, aztán Szilovicsot is bevonják a játékba. Szatmári tud be a balszélre, aztán vissza a balszélre. Szilovics újra szépen játsza meg Faragót. Harmadik gólját szerezi a beálló, aki csak ebben a fél időben másodszor volt eredményes. Aranyrebi pattintja mellé az ittszert. Volt egy jó 6-7 centi híja a kapufától. Hajdon. Valóban volt ott egy apróbb szabálytalanság. Szilovics fölugrik és lőde mellé. Visszafújják szabad dobásra. Újra kezdheti a Vasas támadását Kajdon, talpról, szép gólt lő. Ki is ez volt az első.
hármas sorba Kovács, Hornyák Dodó. Szép gól. Szilagyisnak kell hagyni a pályát, a felszerelésével nem volt rendben valami. Dóra hozza vissza 5 gólra a Vasast. Kovács Anna, Hornyák kezéből vezette ki Blauwacher a labdát. Ezek az ő pillanatai voltak, előtt egy szép gólt, majd egy szemfüles labdaszerzéssel segítette csapatát. Talán ezt hozta meg az önbizalmát, ez a lövés az, ami már fölé szállt, és ha lejjebb is megy, akkor is csapó kira védte volna. Kovács Anna előtt megnyílt az út, ha pedig előtte megnyílik az út, akkor ezt ki is használja. Második gólját lőtte Kovács Anna. Aztán leült a kispad szélére, hiszen védekezésben nincs a pályám. Blauwacher hordáson majdnem átjutott. Hajdon talpra, és egy gyönyörű csapókira védés. Elindult a spárgába lefelé, aztán visszanyúlt a jobb kezével, és Hornyák Dóriáért, Karina Jezsikava érkezik támadásban. Kovács Anna kezdi középen a figuránkat. Mámos Petra, Arany Rebeka bevonása vissza Kovács Anna. Karina Jezsikava szökált volna átott a vasas védelmén, de szabálytalankodtak fele szemben. 4 passzunk van, már csak 3. Vámos Petra Vámos Mirához, és kimarad az ittszer. Korábbi meccseinken remeklő balszésünk, ezúttal többet hibáznak, de most bele is fér. És tisztelet a Vasasnak, amiért továbbra is ugyanen intenzitás, ugyan a lelkesedéssel harcol, megy előre. Szabó Nina érkezik majd, aki szólt Szilágyi Zoli, hogy beáll. Pénzes Laura megtámasztotta őt, Vámos Petra valóban. Jár a szabad dobás. Négy passz van átra, maximum hazai támadásban. Csapó kira véd, a labda a Vasasé. Szatmári Melinda és Hornyák Dóra harcoltak a labdáért, és az ítélet szerint a Vasast illeti a játék szerám legyen. Pénzes Laura, Blauwacher Kajdon, Hordás Réka jutott elé már a másodszor. Aragor utcáról a bejátszást, újra passzív játék, szinte minden támadás passzív jelzésig megy. Blauwacher. Egy passz volt, egy kényszer helyzetbe került Szatmári Melinda a bal szélen, nem passzolta vissza, és ahhoz képest, hogy milyen helyzet volt, nem volt rossz a kísérlet. Egy indokolatlan közbefújás pedig Kovács Anna jól vette észre a beinduló Hornyák Dórát, de addigra már
megkaptuk a szabad dobást. Na most Petra maga is bevihette volna, de inkább a Pugát választotta, ő pedig belőtte. Újra 7 a különbség. Spet. Pénzes. Ordás mellett menne el. Aztán Blauwalker lövését védi Csapókira. Aztán sajnálom, hogy nem kezdtem el a meccsen így jegyezni. Statisztikát Rámos Petra újra kiszolgálja. Jó nővér módjára kisugált, aki újra volt ő. 4 gólos már Mira. És időt kér Penszky Gergő. Az előbb mondtam, hogy valószínűleg nem játszanak olyan formában, mint az elmúlt hetekben. Most ezzel együtt lőttek 7. Volt 2. Ami azért a rossztól nagyon messze van. Nem is kritika volt ez, hanem inkább arra próbált utalni, hogy valóban az elmúlt mérkőzéseken vagy Mirtil, vagy Mira, vagy mind a 2. Klasszis produkciót mutattak be. Nyolc gól a különbség. Amikor 41. Perc telik el majd hamarosan, 41. perc elején járunk egész pontosan, túl a 40-en. Majd utolsó harmada is megkezdődött át, és azt hiszem, hogy nincs veszélyben a debreceni győzelem. 21. siker, amellyel nagyon magabiztos a harmadik hely a bronzérem, tehát itt nem egy-két ponton, nüanszokon múlik az, hogy jövő pénteken érmet akasztanak a Debrecen lányok nyakába, hanem legalább 8 pont lesz majd az előnyünk a bajnokság végén. A negyedikkel szemben, de lehet, hogy több. Aztán mondom, Spet lépi el a labdát. Blauwalker annyira elvitte magával, hogy még ne legyen kiállítás, viszont lelassítsa a támadásunkat. Így gyors gólt nem tudtunk szerezni, felállt fal ellen. Támadhatunk Ordásékkal, Álmos Petra. Kovács Lajos fél arany Rebekához, aztán visszakerül a labda. Szabó Nina gyorsítva, Álmos talpról Petra. Ezúttal nem volt helyzetben senki, így hát maga lőtt el a labdát. 9 már a különbség. Spet Evelin irányít és mutatja be a figurát. Kézes és Blauwalker mellette a két átlövő. Blauwalker csak ijeszget, aztán lőcsapó, Kira pedig újra véd a jobb lábával. Szabó Nina fordítva Vámos Petra, Vámos Mirához. És Vámos vissza is fordult. Nem is nézte meg, hogy belővi le a labdát, tudta, hogy befogja. Először 10 a különbség, 23-13. Kicsit koncentráltabb a játékunk a második félidőben. Blauwalker, Gasler. És egy szép gól a bal szélről. Olákira. Nem tétovázott emiatt meg, és érkezik Cserjánszki Liliana. A
HVSC Kézilabda Akadémia kimagasló tehetsége. Cseri egyre több lehetőséget jutott ide már a felnőtt csapatban, és emellett ugye ő volt az ifi csapat vezérésége, ifjúságjaink közben Szabonin ellépte. A keleti csoport második helyére kvalifikálták magukat a két hét esedékes Final Four-ba. Az idősebbik utánpótlás korosztályban egy szép csapó kiravédés. Kovács Noémi lövését védte Csiki, és Csernyánszki Liliana szerepet vállalt abban a csapatban is, amely megnyerte az NB2 északkeleti csoportját, és biztos, hogy jövőre a másodosztályban az NB1B-ben szerepelhet, az például hasznos lesz felett majd a fiataloknak. És ha már említettem ezt a jöveti győrmeccset, ezt a mérkőzést a Bőr elleni rangadó előtt játsszák le a fiatalok az utolsó meccsüket. Láb volt hazai oldalon, 16 órakor a Juventus Panorama Heves ellen. Majd a meccs után a nonzérmes felnőtt csapattal együtt kapják meg a NB2-es aranyérmeket, Szabonin a lövését. Sáncolták. Arany Rebeka próbált meg szemfülesen bevetődni a labdáért. Nem rajta volt, hogy nem sikerült. Ács Bianca érkezik beállóba. Gasler. Ordás Rék állította meg Kovács Noémit, a befutó jobb szélsőt. Gasler próbál elmenni Kovács Anna mellett, nem sikerült. Olá Blaubacher. És egy szép góla. Befutó bal szélsőtől Olá Királytól, aki jól használtak a lehetőségét, Szilágyi Zoltán pedig időt kér. Akkor, amikor két másodperc, ilyen negyed óra van hátra a szezon utolsó előtti meccséből, a debreceni lányok 25. bajnokiából, amelyen a jelek szerint megszerzik 21. sikerüket. Ugye kétszer a Ferencvárostól, egyszer a Győrtől kapott ki a DVSZT Sheffield, és egyszer éppen itt a Sterbinski Amália csarnokban az MTK-tól. Miközben egy nyerhető meccs lett volna, 6 góllal is vezettünk, aztán ott egy rövid zárlat, amelyet az MTK remekül használt ki, és a kiélézett hajrát is jól menedzselte a kék fehér csapat, így legyőzte a DVSZT-t, és azt gondolom, hogy erre a győzelemre büszkék lehettek az év végén. Majd az MTK játékosai Tóbizi Petra és Planéta Simonetta. Érkezett más változást nem vélek felfedezni. Planéta Simó ismerkedik a labdával, ugye. Több mint fél óra nem volt a kezében, hiszen a szünetben és az első negyed órában sem találkozott a játékszerrel. Simon szépen játssza meg Tóbizi Petrát, aki megnézte a vonalat, felugrott és volt szerzett. Saját első a DVSC 24. gólja volt ez. Lejtette el a labdát Tóvici, egy térdelve próbálta megjátszani Szabodinát, voltak hozzá közelebb is. És így visszakerült a Vasashoz a labda, jót akart Petra, hiszen azt akart, hogy minél gyorsabban, minél előrébb jussunk.
Spet szépen megy végig. Csapukira pedig annál is szebben véd. És valószínűleg ez volt az utolsó védés ezen a mérkőzésen, hiszen Torda Vanessa érkezett a kapuba. Ugye vele készítettük a bárangozó videót, és elmondta, hogy mennyire örül a játék lehetőségnek, és mennyire élvezi, hogy sok néző előtt játszott van itt a Simonetta, pedig negyedik gólját szerzi, visszaállt a 10 gólos különbség. Blaubacher kiszorított helyzetből lőtt, ráadásul Tóvizi Petra szorításában. Természetesen elkerült a kaput a lövés, de járt a szabad dobás. És jó kapusnak van szerencséje. Vasler lövésénél a kapufa segítette ki Torda Vanessát. És mivel Vámos Petra nincs a pályán, így most Cserjanszky Liliana volt önzetlen, és játszotta meg Vámos Mirát a bal szélen. Először 10-en felül a különbség. 26-15. Rasler, Spet, Tóvizi anticipált remekül, Cserjanszky Lili pedig ismét nem vitte végig, ismét Ámos Mirát játszotta meg, aki 7 gólos. Időt kért a Vasas. A 49. percben, tehát 27-15-re vezetünk. Közel a vége ennek a mérkőzésnek is, és a szezonnak is. Ez azt hiszem, hogy látszik ezzel a találkozón, bár én azt gondolom, hogy a második fél idővel már komolyabb gondjaink nem lehetnek. Azt ne felejtsük, hogy azért a Vasasnál is alaposan meg lett forgatva a csapat, nem a legerősebb sorával van fenn a hazai együttes. Hát a meccs már eldőlt, és lehetőséget kaptak a fiatalok, akik visszaérkeztek. Szerintem ugyanazok, akik lementek. Torda van ez Szarnai Rebeka, a Szavorina, Tóvizi Petra, Planéta Simonetta, Cserjanszky Liliana és a 7 gólos Vámos Mira. Szilovics és Agbaba azért lejött hazai oldalon, Cserjanszky Lili szerzett labdát, kezet is talált, de szerintem a lábára is pattant a labda, úgyhogy jogosan kapták vissza az angyalföldiek. Agbaba, Szilovics, talpról, Torda Vanessa! És a kispad együtt ünnepel a tehetséges kapussal, egy van itt a bejátszási kísérlet, Agbaba megy, és ha már megy, akkor gólt lő. 4 gólos Mari Agbaba. Szabónina, Cserjanszky Liliana, Planéta. Simon fölögrök a kapufát, találja Arany Rebeka, szedi össze a kipattanót. Visszavinni már nem tudta a labdát. Planéta, Szabónina. Arany Rebi is azt szézod bele. Planéta ugrik föl, aztán passzol. Tóvizi Petra pedig kapott egy
tökéletes pofont. Ács Biancára mutattak rá a játékvezetők, aki megesküdött, hogy nem ő volt, és Szilovics van jelezte, hogy bizony nem Ács Bianca követte el a szabálytalanságot, hanem ő. Nyilván szándékosságról nem beszélhetünk, és szerencsére Tóvízi Petrának sincs baja. Anéta, Szabó, Tóvízi, jól van Petra. Szabó Nina Cserjánszki emeli át. Ács Biancát, aztán Gercső Nóra, itt ifjú játékosunk zicserét. Gercső vett pedig Nagy Zsuzsanna a pályán. Ácsakba van Nagy. Kira már elindult lefelé, hiszen ha véget ér akár góllal, akár Debrecen labdaszerzéssel a vasas támadása, akkor helyette jön majd vissza a kapuba Gercsó. Nagy Zsuzsa Ágvába fölugrik. Torda van, ez a második védése is megvan, a sánc azért segített Vaninak. De még véletlenül sem szeretném kisebíteni kapusunk érdemeit. Arra Rebi a szélről adott remek paszt Tóvízinek, ez ritka a kézilabdában. Jó észrevétel volt. Tóvízi Petra pedig jól helyezkedett, és jobb gólt szerzett, 28-16. Angolban nagy Kessler a labda útja. Kassler pattintja rá, Planeta Simonetta lábára a labdát. Jól látták a játékvezetők, hogy nem a láb kereste a labdát, ugye a futballban kéz keresi, akkor a büntető, vagy szabaddobás, vagy sárga-piros lap. Itt ugye a láb kereste a labdát, akkor lett volna 2 perc, Szabó Nina pedig jól vette észre, hogy mit akarnak az angyalföldiek, és megszerzi a labdát, indítani nem tudott, hiszen megfogták őt. Planéta fölé pattintja. Blaubachert ért vissza egy szusszanási pihenő után, és kapja Mária Ágvabától a labdát, és adja is tovább Nagy Zsuzsának, aki a Balsz és Olá Kirával is ismertette, hogy mi a figura, aztán mondtak a támadást, Nagy Zsuzsa lövésével pedig beleért Torda Vanessa, szerintem. Én beírnám neki védésnek, Szabó Nina nem tudta megjátszani Cserjánszki Lilit. Planétával játszott össze, ismét Tóvízit kereste, megkaptuk a szabad dobást. És ott van Anita Simonetta 5. gólja. Aubacher nagy. Nem jó a bal szél, ezt regisztrálta és nem is passzolta oda a labdát. Szóval egy Rebi résem volt. Ágva Banaj Zsuzsa, Tóvízi, Petra pedig keményen. Megállította őt, és egy hazai technikai hiba után jöhetünk, majd a Simonetta a 6. góljáért hajt. Szabó Nina egy gyönyörű mozdulattal tette le a bal szélre Vámos Milának, aki 8 gólos. Hát az képest, hogy burkoltan szóval tettem, hogy nem megy ma igazán jól Mirának a játék, ahhoz képest is lőtt a 8. gólját. Van
Aubacher próbált keresztül menni Árkon Bokron, a meg Túvizin és Szabóni nem sikerült. Hiszen 4 góllal vezetünk Agbaba. Vagy szembe védekezett jól Vámos Mira. Olákira Blauacher ugrik fel, és Torda Vanessa spárgázva a jobb alsó sarokból szedi ki a labdát. Most a reményeimet is fogalmazom meg, de komolyan is gondolom, hogy még sokat fogunk hallani. Torda Vanessáról is reméljük, hogy hosszú időre lesz nagy értéke a debreceni női kézilabdának. És ne felejtjük, hogy ebben az időszakban érettségizik. Szépen szedte össze Vámos Mira, de milyen szépen Planita színvonalat a passzát. És belőtte a 9. gólját is. ...31-16-ra vezet a Davies-t és Scheffler, amikor belül vagyunk az utolsó 5 percen. Olákira, Blauacher, aztán Olákira, sokat kalandoznak a vasas szélsőjük, különösen a bal szélsőjük, de szereztek már ebből gólt. És most visszament a helyére Olákira, és visszatért a pályára pénzes Laura is. Passzív játék van. És egy Torda Vanessa védés. Ács Bianca Zicserét is védte Torda Vanessa. Együtt ünnepel a kispaddal. Torda Vanessa, és aztán, ha már fiatalok, akkor Csárjánszki Lili is megszerzi az első gólját. Agbaba ejti el a labdát. Meg se fordult egyik játékosunk fejébe se, hogy el fogja ejteni ezért. Senki nem is eszmélt. Talán Szimó leghamarabb. Aztán Mária Agbaba lő jó kapunyival fölé. Csernyánszki Lili dinamikusan, Planéta lőhetett volna, de a paszt választotta. Jó labdát adott Tóvizinek. 33-16. Blauacher pénzes. Planétával szemben esélye sem volt. Egy faltot ki tudott harcolni. Blauacher pénzes talpról. Planéta alul sáncolta. Aztán úgy pattant a labda, úgy pattogott a labda, hogy pénzes Lauráé lett, folytatottja a vasas a támadást. Agbaba, Blauacher, Túvizi majdnem megszerezte tőle, jól lépett ki. Pénzes újra passzív. Agbaba próbált meg betörni. 5 passza van még a vasasnak. Csak 4, most már csak 3, és akkor most már csak 2. 1, Blauacher lő, Planéta sánccal. Bravo, Simo! Az jó védekezés volt Simótól, meg is kapta érte a dicséretet. Csárjánszki pedig betör, és Gercsó véd. Megcsinálni szépen csináltuk a helyzetet, a Gercsó Nóra. Csárjánszki specialistává nőtte ki magát, hiszen a második félben 2. Most is védett Plan. És Torda Vanessa újabb védése Csárjánszki Liliana. Partizán akciót kezdett, illetve nem vette észre, hogy nem indulnak a többiek, hogy Aranyrebi még az előző kisebb arcra kapott ütés miatt nem indult, aztán csapat is lemaradt, miközben Cseri már robogott a ellenfél térfelének közepén.
percen belül vagyunk, Szabónina Planéta lőhetett volna, de nem lőtt Csernyászki talpról, és igen, Gercsó Csernyászki specialista lett, semmi baj, Cseri. Ezzel a meccsen belefér sok gólt fogunk lőni vonal közben. Hazaértel és a torna van, ez a összett a labdát, még egy gól benne van ebben a 15 másodpercben. Szabónina Planétához, le a szélre. Anderebi nagyon kiszorított helyzete volt, talán jobb lett volna, hogyha Lőszimó. Ez a gól már nem érvényes. 33-16-ra nyerte DVSZT Scheffler itt a Fáy utcai Sterbinszki amelyre kézilabda csarnokban. És még egy meccs vár a lányokra jövő pénteken a Győr ellen, aztán kezdődhet az ünneplés, a bronzérem átadás, illetve a MB2-es csapat aranyérmének ünneplése. A Duda beragadt, ha jól veszem észre, mert jó fél perce szól. Aki ott akar lenni a Győr elleni meccsen, az vegye meg minél hamar a jegyét, mert fogynak a belépők. Én itt kollégáim, barátaim, Szűcs Lajos és Kovács Zsolt nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Gratulálunk a lányoknak, jövő pénteken pedig DVSZT és Scheffler Győr. Mindenkinek szép szombatestét, jó hétvégét!